Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt ház, tisztelt kormánybiztos úr. Amint azt az október 4-én elhangzott vezérszónoki felszólalásomban is hangsúlyoztam, hogy a Mi Hazánk mozgalom elkötelezett a környezetvédelem és az állatvédelem iránt, és üdvözöljük azt is, hogy 12 év kormányzás után a Fidesz fontosnak tartotta, és rájött, hogy az állatvédelem az érdemes komolyan foglalkozni vele. Brilliáns volt az időzítés, hogy a választások előtt indította útjára az állatvédelmi programját, de legalább elindult. Álláspontunk szerint azonban az állatvédelem Magyarországon több évtizede tartó hiányosságokkal küzd, például a felelőtlen állattartás, a kóborállatok ügye, az ivartalanítás hiánya, az állatkínzás elleni fellépés terén, és a helyzetet a kormány nyáron meghozott rezsi és benzinár rendelkezései sajnos tovább súlyosbítják. A rezsiárak, az élelmiszerárak, a takarmány és tápárak, az orvosi költségek ugrásszerű növekedése, valamint a piaci benzinárak jelentős többletterhet rónak a menhelyekre és az állatvédőkre. Elmondásuk szerint költségcsökkentése csak az állatok rovására kerülhet sor. Például nem fogadnak be több állatot, miközben egyre több a bajba jutott állat, akiket a gazdáik anyagi okok miatt nem tudnak megtartani, vagy nem ivartalanítanak, ami túlszaporultat növeli, a beteg állatokon nem végeztetik el a szükséges műtéteket, nem fűtenek nekik, hanem legvégső esetben elaltatják őket. Az emberek megélhetési problémáik miatt nem tudnak adományozni, drasztikusan csökkent az örökbefogadások száma, emellett számos civil szervezet önkormányzati ebrendészeti feladatot is ellát, összeszedik az utcáról a kóborkutyákat, hogy ne okozzanak balesetet. Az önkormányzatokkal idén több évre szóló szerződést írtak alá, a feladatot azonban kormányzati segítség nélkül nem fogják tudni ellátni. Bár a sok támadás miatt időközben a Herman Otto Intézet non-profit Kft.-nek sikerült kihirdetnie a választások előtt a civil állatvédő szervezeteknek biztosított 500 millió forintos keretösszeg terhére meghirdetett pályáztatás eredményét, a támogatottak listája alapján összesen 187 szervezet részesült támogatásban, miközben a KSH adatai alapján az állatvédelemmel foglalkozó civil szervezetek száma már 2020-ban ennek a kétszerese volt. Mi lesz a többi szervezettel? Az 1%-os felajánlásból gazdálkodják ki, vagy zárjanak be, mert a többletköltségüket nem tudják kifizetni. Ráadásul a támogatottak listája alapján beigazolódott az a gyanú, hogy az 500 millió forintot politikai alapon osztják ki, ugyanis a legnagyobb összegű támogatást a Fidesz érdekkörébe tartozó civil szervezetek kapták. Például a győri polgármester felesége által alig egy éve alapított papagájmentő alapítvány 8,5 millió forintot. A kormánybiztos úr szülővárosában Veszprémben található Fehérholló vadmentő alapítvány 9 millió forintot. Csak reménykedni tudunk abban, hogy ezek a szervezetek a pályázati pénzeket valóban az állattartás megemelkedett működési költségeire és nem saját maguk reklámozására fogják fordítani. Emellett felháborítónak tartjuk azt is, hogy a kormánybiztos úr csapata az adományban részesülő szervezetek figyelmét külön e-mailben hívta fel arra, hogy az adományért cserébe honlapjukon vagy közösségi oldalukon mondjanak köszönetet Orbán Viktornak és Ovádi Péternek. Hát ez mindegy ékes gyöngyszeme a propagandának. A Mi Hazánk mozgalom követeli a kormánytól, hogy tartsa be a választások előtt tett ígéretét, amely szerint az állatvédők és állatbarátok számíthatnak a kormány támogatására, és gondoskodjanak a pályázati forrásban nem részesült civil szervezetekről is. Hangsúlyozzuk, hogy érdemi segítségre és nem látszatadományokra van szükség. Állatorvosok véleménye alapján ugyanis a tavaly decemberben 200 menhelynek nagy sajtó visszhanggal átadott nagy mennyiségű olcsó kutyatáp olyan rossz minőségű volt, hogy azt a menhelyek inkább elajándékozták, mint hogy a kutyákkal megetessék, mert tapasztalatból mondják, hogy többüknél gyomor-bélrendszeri problémát okozott. Emellett követeljük, hogy a kisállattartó és haszonállattartó gazdáknak közvetlenül is nyújtsanak támogatást, mert nem tudják kigazdálkodni az állattartással járó megnövekedett költségeket. A közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány létrehozásáról szóló törvényjavaslatot az Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága a részletes vita lefolytatása után változatlan formában nyújtotta be a parlament elé. Október 4-én
Már megemlítettem a felszólalásokban, és most is leszögezem, hogy a Mi Hazánk mozgalom összességében támogatni tudja a törvényjavaslatot, és a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány létrehozását. De nem ért egyet azzal, hogy az alapítvány működéséhez csak 2024-től kezdődően biztosít a kormány támogatást, mivel addig érdemileg nem fogja tudni ellátni az állatvédelemmel kapcsolatos közfeladatokat. Ebből is látszik, hogy az állatvédelemre az országgyűlési választások előtt és 2024-ben a kampányfogásként is lehet majd tekinteni az önkormányzati választásokra időzítik majd az alapítvány támogatását. A közfeladatot ellátó vagyonkezelő alapítványokkal nem bánik persze ilyen szűkmarkúan a kormány, amellett, hogy a választásokig több ezer milliárd forint összértékűre becsült nemzeti vagyon került át ingyen a jelenlegi és volt politikai felsővezetők Fidesz közeli üzletemberek által irányított alapítványokhoz. A kormány nem csak az alapítványok tulajdonában álló tényleges közfeladatot ellátó intézmények, például a modellváltó egyetemek, hanem a vagyonkezelő alapítványok működéséhez is évenkénti támogatást nyújt. Joggal merül fel a kérdés tehát, hogy ha az érdemi tevékenységet nem, csak vagyonkezelői feladatot ellátó 34 közérdekű vagyonkezelő alapítvány évenkénti működésének támogatására van pénz, akkor a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány miért nem kaphat már 2023-tól működési támogatást? A Mi Hazánk mozgalom álláspontja szerint a felelős állattartás követelményeit törvényi szinten kellene előírni, legyen járásonként kinevezve egy felelős szakember, aki oktatási intézményekben tantervbe épített állatvédelmi előadásokat tart. Köszönöm szépen! Köszönöm, tisztelt országgyűlés! Azt gondolom, hogy eléggé keményen túlléptek képviselő az időkeretét. Ez az ülésvezető elnök hibája, úgyhogy most pedig megadom a szót Ovádi Péter képviselőnek a Fidesz képviselőcsoport részéről, aki egyben állatvédelmi kormánybiztos. Önnél a szó, képviselő úr. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt államtitkár úr, tisztelt képviselő úr. Először is hadd köszönjem meg az általános vitában mindenkinek a támogató hozzáállását az állatvédelem ügyéhez, és azt hiszem egyedül csak a demokratikus koalíciót kell majd meggyőznem arról, hogy a holnapi szavazáson is szavazzon az alapítvány törvényjavaslata mellett. Igen, nagyon sok minden történt egyébként az állatvédelemben az elmúlt két év alatt, ezt nem akarom képviselő úrnak elmondani újra, hiszen az általános vitában már felsoroltam azokat az intézkedéseket, és azért kérem, hogy beszéljen majd a civil szervezetekkel, mert ők is azért látják ezeket a munkákat, és például a kóborállat rendelet az egy olyan javaslat volt, ami szerintem hosszú távon megoldást tud nyújtani majd a zebrendészeti telepeknek a működésére. De hogy az államtitkár úr is, ahogy jelezte, az 500 millió forintos pályázat, ez egy nagy mérföldkő volt. Nem volt még ilyen egyébként az, hogy csak állatvédő civil szervezetek kapjanak támogatást. Az, hogy hányan nyújtották be a támogatást, az nem rajtunk múlott, hanem a civil szervezeteken múlott, hiszen mindenki, aki benyújtotta időbe a támogatást és a hiánypótlást is megtette, azok támogatásba részesültek. Tehát arról szerintem a kormányzat nem tehet, hogy mondjuk van 400 civil szervezet, és abból csak 205 nyújtotta be, és időben hiánypótolva csak 187. Ez a 187, ez mindegyik kapott támogatást. És szerintem abba sem menjünk bele egyébként, hogy ki, miért és hogyan kapott, hiszen ezek szakmai alapokon dőltek el. És hogyha a Fehér Holla alapítványhoz kimenne képviselő úr, akkor biztos, hogy nem mondott volna ilyet, amit most az előbb elmondott egyébként. Meg kell nézni az ő emberfeletti munkájukat, vadmentéssel foglalkoznak, egyszer menjen ki oda képviselő úr, és meg fogják tudni mutatni, meg az ott több száz önkéntes is, aki egyébként segíti az ő munkájukat. De összességében tényleg meg szeretném mindenkinek köszönni azt, hogy az ügy mellé áll, és tényleg itt pártállástól függetlenül várom mindenkinek a segítségét, a támogató hozzáállását, azoknak a baloldali önkormányzatoknak is a támogatását egyébként, akik tudnának tenni helybe az önkormányzati munkával az állatvédelem ügyér is, hiszen mindig el szoktam mondani, és igaz is, hogy közös ügyünk az állatvédelem, ezért mindannyiunknak támogatni kell. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.